Az 50 fős lakossági létszámot alig lépi túl Murga, de május 1-én benépesül a település. A tolnai vándorló szépkorúak baráti köre ugyanis évről évre itt tartja meg retromajálisát. Ez a murgai lakosság számára és a tolnai vándorló szépkorúak baráti körének a tagjának a számára. Ez 4 évvel ezelőtt született meg ez a gondolat, hogy jöjjünk egyszer el Murgára. A lakosságnak is egy kikapcsolódás, egy ünneplés a május, egy a idősebb korosztálynak visszatetszik a régi hagyományok, és retromajálist terveztünk még. Sok-sok programmal, délelőtti programmal a lányok lent sütik a lángost, a kihagyhatatlan murvai lángos, és babgulyást fogunk ebédre főzni. És akkor megvan a reggelizés, akkor utána nekiállnak ilyen társas játékokat játszani. Például Murgán van egy nagyon szép kuglipálya, kuglizás lesz, kislabdadobás lesz, kvíz kérdések lesznek, pingpong lesz, ilyesmivel fogjuk a délőtöt eltölteni, ebéd után még akkor jön a kulturális program. Egyre nagyobb a látogatottság, ahogyan kaptuk előrejelzést, körülbelül a 150 főre készítjük a babgulyást 2 bográcsba. Először nem volt olyan az első rendezvény, olyan nagy létszámú, egy olyan 70-80 voltunk, de csak most Tolnáról 82-en jöttünk. Egy nagy buszra jöttünk 52 fővel, és a többiek még vállalták, hogy eljönnek autóba, mert ezt a szép napot itt akarják Murgán tölteni. Nagyon-nagyon szoros barátságok jöttek létre Murgán. Nem csak a falu vezetőivel, ők Tolnán laknak, nagyon sokat köszönhetünk nekik, hanem már itt a lakossággal. A szervezet számára fontos, hogy tagjait ne hagyja magára. Olyan programokat szerveznek, amik mindenkit kizökkentenek a szürke hétköznapokból. A csoportnak szinte 90%-a egyedül élő magányos ember. És minden időt kihasználunk azért, hogy együtt legyünk a magányosságból, az otthonnak a magányából kiszólítjuk az embereket, hogy társaságban legyen. Ezzel megelőzik azért a befordultságot, a magányt, a demenciát, mindent. És nagyon szeretik az emberek a rendezvényeket, nagyon szívesen jönnek. Nagyon szívesen eljönnek Murgára, vállalják azt is, hogy korán reggel fölött kelni, 7 órakor jöttünk Murgáról, vállalják azért, hogy együtt legyünk, együtt ünnepeljünk, egy nagyon szép, felejthetetlen napot töltsünk el. A tolnai vándorló szépkorúak baráti köre bővelkedik rendezvényekben, a nyári időszakra is megvannak már a tervek. Március 8-án nagyszabású nőnapot tartottunk Tolnán a Magházba, és most csak a férfiak dolgoztak. És most a hölgyek vállalták azt, hogy jövő hónap 19-én lesz ivónap, de pont akkor lesz a városnapja, és egy pár nappal el fogjuk tolni. Van nekünk egy nyári rezidenciánk a Festeti utcába, és ott férfi napot, a hölgyek fogják a férfiakat megvendégelni, megünnepelni. Murga örömmel látja vendégül a népes társaságot, akik ha csak egy napra is, de szint visznek a kicsiny falu életébe. Nagyon jó visszhangja van ennek a rendezvénynek. Ha jól emlékedetem, de biztos, hogy 2019-ben rendeztük meg a Majálista a Vándorló Szépkorúak tolnai csoportjával. 2 év kiadás itt a járványhelyzet, a pandémia az, amikor nem valósult meg, a tavalyi évben és az idei évben ugye megint, tehát a 4. éve, hogy közösen rendezzük ezt a rendezvényt. Nagy örömmel szolgál az, hogy ilyenkor benépesedik a település, hiszen Tolna megye legkisebb települése vagyunk a magunk 53 főjével, és hát itt a mai nap szerintem megháromszorozódik a településnek a létszáma, és hát akik ellátogatnak ide, hírét viszik ennek a kis településnek. A konyhán a szorgos kezek azon munkálkodtak, hogy egy gyomor sem maradjon üresen, lángossal látták vendégül az érkezőket. Május 1-e és az ahhoz kötődő közösségi programok fontosak a mai napig a nagy többségnek. Mert szép idő van, szép helyen vagyunk, és jó emberek között. Mennyire szokták megünnepelni évről évre egy május 1-ét, illetve miben változott az előző évekhez képest? Hát amikor gyerekeink voltak mindig a gyerekekkel, most meg már külön-külön majálisozunk, nem mindig, de most ebbe a csoportba másodszor vagyunk itt. Mi régiek, ugye úgymond, még a május 1-ére emlékszünk az ászló fölvonulásokra. Egy kicsit úgy bennünk van, jól esik május 1-én, mintha fölvonulnánk egy ilyen kis faluba, aranyos. Hát mi is ilyen nyugdíjas
busszal jöttünk ide, úgyhogy Tolnáról. Hát még egyelőre mi is lapogatózunk, hogy milyen, megnézzük, most jöttünk. Először vannak itt? Először. Itt igen. Hát emlékeztünk erre a Murga falura itt lent, csak hát sokkal szebb most ugye az egész. Úgy emlékszem, vissza nagyon régen jártam itt lent, talán 10-12 éve. Míg a férfiak az ebédre szánt levest főzték, addig az asszonyok a levesbetét elkészítésén szorgoskodtak. A jó levesbetétnek megvan a maga titka. Jó kemény legyen. Utána meg, hogy jó simára ki legyen gyúrva. 1 kiló liszthez 10 tojás. Só össze kell állítani, és utána ilyen kis cipóka formájuk. És utána próbáljuk simára kisodorni, és ilyen ügyesen kicsit. Az estében nyúló rendezvény jó hangulatban telt Murgán, a Tolnai Társaság szervezésében.